Na sziasztok! Ezt kérdeztétek olyan sokan, hogy kész van, mi van vele, hogy állunk vele. Hát, ahogy sikerült, hál' Istennek sikerült felújítanunk az egész autót, alváz, újra lett festve, újra lett homokfúvózó, akkor beszéljünk erről az autóról. Ugye? Ez egy 2000-es, 2000-ben gyártották ezt az autót, ez 19 éves, 144L. Ugye 14.000 köbcentis motor van benne, 4-es széria, ugye már 14.000 köbcentis motorokat gyártották már 4-es Scaniákba is, és 460 lóerő. Ebbe a legnagyobb az 530 lóerő, ami van, és ezután jöttek a 16.000 köbcentisek, a 480, 580, azok már Euro 3-os motorok. Ez sajnos az Euro 2-es, de egy olyan jó kis motorja van neki, hogy csepna. Hát, amit kellett rajta javítani, vagy újítani, az a szilenteket kellett kicserélni. Teljesen szép voltak már szilentek, mindkét oldalt. A oldalsó légterelők azok eltörtek, a üvegszálak azok eltörtek rajta sajnos. Úgyhogy mind a két oldalt lecseréltük, az kapott egy másik autóról, egy bontottról, akkor a vontatási pontról, itt a vontatási pontnál itt ez a lökhárító rész, ez az alsó lökhárító, hát ugye sajnos azt nem lehet látni, ami idáig lent van, az teljesen szép volt rajta rohadva, mert hát vannak még egy kis hibák, ugye, az egyik poncsort kéne cserélni, napellenző el van itt törve, lényegtelen, az most nem számít, hogy el van törve. Egy a lényeg, hogy kész az autó. Hát 5 hónap ment rá kőkeményen, úgyhogy a vezetéken is kellett újra kellett húzni sok mindent rajta, hogy legyen valami. De hál' Istennek sikerült a motort életre kelteni és dolgozni. Most, hogy azt, hogy dolgozni fogunk-e még vele, azt nem tudom sajnos. Kaptam egy nagyon jó barátomtól egy nagy irattartót, és hát kis asztalt, irattasztalt. Erre bármilyen kamerát föl lehet rakni, most már ez akkora nagy. Hála jó Istennek, de hát szerintem ez dísznek benne marad azért, mert szépen mutat benne. Hát annyival másabb, hogy ugye a pirosnak azért kicsivel jellegzetesebb, szebb hangja volt úgy, de ennek is azért szép hangja, csak meg kell szokni ugye, mert sajnos ezzel sokat kellett küzdeni, hogy még jó is legyen, meg hogy működjön is. Most a világítás minden működik rajta, irányjelző, féklámpa, intarder, retarder, minden működik rajta. Nagyon sokat kell küzdeni még vele, de látszik a fény az alagút végén. Igazából ez az autó, ez nem kék lenne gyárilag, hanem hófehér. Fehér lenne az egész autó, mert ha ide benéztek, itt a fülke légrugónál fehér, és nem kék. Úgyhogy ez igazából egy fehér autóból, régen csak át lett festve. Úgyhogy nézzük meg a belsejét, megmutatom kívülről az alvázat is, hogy milyen szép lett, a lámpákat is, hogy új lámpákat kapott, úgyhogy nézzük meg gyereket, jó? Mi most körbenézzük az autót. Gyárilag ez a dísztárcsa védő is kékre volt festve, mi lefestettük ilyen szürkés színre, nagyon szépen mutat. Teljesen az üzemanyagtank is, hát sajnos az föl kéne polírozni, de jó így. Új lámpák, hátsó lámpákat kapott, teljesen, hát lehet látni, hogy a rozsda, hogy ott megette meg minden, hát nagyon sokat kellett vele dolgozni, hogy szép és jó legyen, de hál' Istennek sikerült megcsinálnunk az autót, hogy üzemképes állapotban legyen. Általában a Scaniáknak ez a sárvédő tartó, ez pusztul le hamar. Ezek pusztulnak le róluk, minél hamarabb. Nagyon sok autón láttam már, egy újabbakon, meg a régieken is, hogy lepusztulnak. Sajnos. Nézzétek csak. Új tartói vannak a váltónak, minden.
teljesen most kapott egy új váltókulisszát, ugye, mert ez lötyögött. Hát igen, a porvédőt ki kéne onnan cserélni, de majd kicserélem. Úgyhogy új aksi fedéltartót is kapott. Ugye azt is csináltunk, új tartókat rá. Hát azért a 460 az 460. Ekkora nagy az asztalba, bele se fér a kamerába. Megkerüljük a platánfát. Teljesen. Ugye ez is el volt hagyva. Ez is kapott egy új oldalspoilert. Kis üzemanyag pótkeréktartó. Itt lehet látni igazán, hogy hát nem fókuszál annyira. A rozsda, hogy megette az alvázat. Teljesen az rozsda megette. Akkor gardán kapott új keresztet, intarder csövet kapott újat, teljes mértékben új gumipókokat, és hát nem gumipókot, hanem ilyen szivacsot kapott újat ez az oldal, majd a másik oldalt is cserélem majd. Ide kapott egy tartót, ezt mi csináltuk rá, mert ezt nem találtuk, úgyhogy egész szerintem nagyon szép kis autó lett ez. Nagyon jó néz ki, nekem nagyon tetszik. Már csak azért is, mert 4S Scania, de hát van rajta légkürt, ugye az nem működik, majd meg kell csinálni. De hát egy kis díszítés, majd egy matricázást lehet, hogy fog kapni tőlem, az én részemről, de nagyon-nagyon-nagyon szép lesz. Kapott egy RS Scania ülést, gyönyörű szép izé. Üléshúzatot is kapott rá. Nagyon szép. Nagyon tetszik, nagyon tetszik. Úgyhogy megnézzük a belsejét mindjárt. Na nézzük a belsejét akkor meg. Ugyanúgy néz ki, mint az 580-as meg a 480-as, úgyhogy nincs ebbe semmi különbség. Semmi olyan különbség nincs benne, hogy más legyen. Ugye ez a kapott egy zsírúj kapcsolót, ugye ezzel kapcsolom a rövidet, nem is az alsó sor, főső sor, rövid, hosszú, úgyhogy ekkora nagy az asztal, bele se fér a képbe. Mekkora. Nagyon-nagyon szép autó lett. Beindítani nem indítom, csak gyújtásra teszem nektek, hogy lássátok, hogy itt minden világít, minden működik. Úgyhogy kellett ahhoz, hogy tényleg az autó üzemképes legyen, meg hogy a motor is járjon szépen. De bevágok egy pár képet, hogy hogyan nézett ki előtte, hogy lássátok azt, hogy milyen volt, hogy milyen csúnya volt az egész alváz meg. Fú, hát el nem lehet mondani, nem lehet elmondani az egészet, mert olyan csúnya volt. De hál' Istennek sikerült följavítani, megcsinálni, hogy szép legyen az autó maga. De azért kell vele még küzdeni, hogy jó legyen. Még kell vele azért küzdeni, hogy jó legyen. Kell vele még küzdeni. Igen, jó van. És most bevágok egy pár képet. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Ugye, hogy a képeket is néztétek, hogy az alváza nagyon-nagyon meg volt már neki rohadva. Sajnos ez az 5 év állása az nagyon... Ez a típusbetegség. Úgy mondom, hogy ez az összes kamionnak a típusbetegség, hogy az alváz elkezd rohadni. Sajnos.
Ugye ezt minimum, amikor megveszed az autót, vagy rá egy 5 év múlva egy minimum egy újrafestés, vagy homokfúvózás, nem áll. Igazából nem éri meg az autótnak az alvázát lecsiszolni, hanem homokfúvózni éri meg. Mert miért is? Mert ugye a homokfúvóval szintiszta vasig le tudsz menni. És utána szépen fehér alapozóval lefested, és utána rá a fekete alapozót, és utána egy szürke alapozót, vagy aki ahogy szereti. Mi homokfúvózzuk általában az autóinkat, hogy az le legyen, mert az úgy sokkal szebben mutat, de nagyon-nagyon sok munka van vele. Hát egy nap alatt szétszeded, de minimum 2-3 hónap kell, hogy össze tud szerelni az autót, mert nem tudod, elfelejted egy idő múlva, hogy hova való volt a szerszámok, meg minden. Ugye, igen. A szerszámokat, még minden csavart, a csavarokat lecsiszolni, legalvánoztatod, vagy fúrógéppel, ugye fúrógéppel a drótkoronggal megcsiszolgatod, hogy szép legyen, utána ugye bezsírzod a végét neki, hogy ne rohadjon össze. Már maga az, hogyha zsírzod, egy kis zsírt teszel a menetre, akkor az nagyon sokat segít. Ezt mi így raktuk össze, hál' Istennek az autót, és így bízunk benne, hogy nem fog elrohadni. Hát beszéljünk egy kicsit a kamionról, ugye, mert múlt héten mentem vele egy kört itt a udvarba. Hát a véleményem az, hogy nagyon szépen megy. Nem pakoltam föl 12-ig, mert az udvarba elég itten a 6 is. Szépen úgy 2-3, hát én végigjátszottam most kivételesen, de úgy 6-dikkal szépen úgy alapjáraton finoman veszi a sebességet, finoman megy, a kormány se ráz. Egy nagyon tökéletes kis autó. Ez max ezzel, ha lehetne ezzel, én úgy billencseznék. Egy kis 30 köbös pótot, vagy egy gabonás pótot, azt hajtszoljon emelkedőm, egy jó kis sportkipufogót főszerelnék rá, egy pillangó szelepet neki, az hajtszoljon, vagy nyitott rendszer, az kész. De egy billencses pótkocsival nagyon jól mutatna ez is. Ugyanúgy, mint amikor a piroshoz odaálltam egyszer a billencses póthoz, az is milyen jó állt mögötte. Úgyhogy ez is egy szép autó lett. Sok munka, sok feszített munka árán csak meg lett a vége, meg lett csinálva. De hál' Istennek megy az autó. Majd egyszer, nem tudom, majd lesz egy olyan, hogy megyünk vele, arról fogok nektek készíteni videót, csak sajnos nincs sok időm. Kevés időm van arra foglalkozni, hogy most videókat készítsek. Ezt remélem megértitek, mert azért nekem is dolgoznom kell. Na, te miért szólaltál meg? Nem szeretem, ha megszólalsz. Utálom, ha megszólalsz. Ki vagy, mi vagy, mit akarsz? Nem szeretem, amikor megszólal. És nincs rengeteg időm. Az a baj, hogy sok helyre elhívtak már videózni, és csak nincs időm. Ugye sajnos dolgozni kell. Ha nem dolgozik az ember, nincs miből elmenjen valahova videót készítsen, vagy valami. De majd most a közeljövőkben lesz egy bemutató videóm. Már soká, hála jó Istennek, hogyha összejön a buli. Úgyhogy remélem kitartotok mellettem, mert már nagyon, nagyon sokan vagyunk, már 2635 feliratkozó van. És ez nekem nagyon sokat jelent. A kamionfotós részekből, a képekből rakott videókat azt nem hagyom abba. Meg vagyok csúszva egy-kettővel már, de most a hajdúszoboszlóiról akarnák képekből összerakni egy kis válogatást. Hát elment egy motor. Egy válogatás nektek, hogy az tetszeni fog, remélem. Ha tetszeni fog, akkor... Ha tetszeni fog, örülök neki. Hát a katonai gépekről tervezek még majd valamikor, közeljövőkben valami frankó videót összerakni. De most most már beindult a szüret szezon, úgyhogy most már szüretről fogok nektek hozni egy izgalmas részt.
Nem tudom, hogy az az autópályás, hogy az M5, M0, M6 és akkor ugyanúgy visszafelé M3, M0, M5, hogy az nektek tetszette. Nem tudom, de majd összehozok még ilyen videót, meg majd ugye a rakodásról, meg az ilyenekről is lesz videó, hogy hova megyünk. Úgyhogy légy szíves, tartsatok ki mellettem. Én kitartok mellettetek. Úgyhogy hozom a videókat nektek, minél hamarabb, ahogy lesz időm gép elé, megcsinálom. De egy kis idő kell. Hát egy-két hét azért, hogy kiválogatom a zenét, találjuk. Meg ilyenek, ugye mert szerződő jogsértés miatt nagyon letiltsák őket sajnos. És ezzel nagyon ki van a hócipőm, de fiúk, lányok, hogy a professzor úr szavaival fogalmazva, és lehet, hogy a mondatát azt nem tudom, hogy írásba levédette, de ti nem ismertek engem, én ismerlek ám titeket. Ez volt a mondata, és ugye ezt most nem hagyhattam ki, mert most olyan jó kedvemben vagyok, hogy csak na. Úgyhogy bármikor szívesen várlak titeket ide mi hozzánk, ha szeretnétek eljönni a járműveket is megnézni. Az én kapomhoz nyitva áll előttetek. Csak annyi, hogy szóljatok, hogy szeretnétek jönni.